17. alkalommal szervezte meg a helyi Vörös Kereszt az Eötvös Károly Művelődési Házban a Jótékonysági Nőnapi Gála estjét. A rendezvény bevételét egy alsóörsi családnak ajánlották fel. 17. éve, mióta újra szerveződött a Vörös Kereszt, akkor határoztuk el, hogy minden évben köszöntjük a lányokat, asszonyokat egy jótékonysági összejövetel keretébe, és ez kapcsolódjon a nőnaphoz. És ami bevétel összejön, azt jótékony célra fordítjuk beteg embereknek a megsegítésére. Ebling Zsolt polgármester megköszönte a helyi Vörös Kereszt áldozatos, karitatív tevékenységét, külön kiemelve Léner Mária címzetes főjegyző asszony a Vörös Kereszt helyi vezetőjének munkásságát. Véleménye szerint az aktív, nagymúltú közösség legfőbb küldetése a rászorulók segítése, tagjaik önzetlenül végzik példás munkájukat. Figyelnek az idős, beteg lakosokra, és emellett tartalmas eseményeket is szerveznek. A település első emberek köszöntötte a hölgyeket, akik szép számmal képviseltették magukat a rendezvényen. A hölgyek az élet hordozói, ápolói, nevelői. Hálával tartozunk gondoskodó türelmükért, óvó szeretetükért, önfeláldozó gondoskodásukért, gyermekeinkért, a jövőért. Vigyáznak ránk, férfiakra, megteremtik az otthon melegét, gyengétségükkel, egyedülálló, varázslatos tulajdonságaikkal mellettünk állnak. Minden helyzetben erősítenek bennünket, terelgetik utunkat a helyes irányba. Kívánom, hogy ne csak a mai nap, hanem az év minden napján érezhessék megbecsülésünket és tiszteletünket. A meghitt beszéd után az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ első osztályos tanulói adtak elő vidám tavaszköszöntő műsort. Voltak, akik az ének mellett gitároztak és furulyáztak, ezzel is emelve az ünnep hangulatát. Felkészítő tanáruk Gergely Rita volt. Meglepetésként Kálmánfi Ferenc, a Honvéd Művész Együttes egykori kiváló szólistája és fia, Kálmánfi Gábor, helyi művelődés szervező, operett csokorral kedveskedett a hölgyeknek. Lehár Ferenc, Kálmán Imre és Huszka Jenő nagy slágerei hangzottak el, zongorán kísért Bárkányi Éva. A nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak. Ezen a szép tavaszi napon méltó módon köszöntötték alsóörsön a hölgyeket, akiknek szeretete nélkül elviselhetetlen lenne a világ, akiknek bátorságuk és részvétük van a testi és lelki fájdalmak enyhítésére. Nagyon kellemesen éreztem magam, én úgy érzem, hogy a megbecsülés és a tisztelet megvan. Maga a nőnapi műsor az nagyon tetszett, mert hogy dalkörös lévén tulajdonképpen az ének az már maga meghat. A zenés összeállítást követően az alsóörsi férfiak nevében egy-egy cserép tavaszi virágot adtak át a hölgyeknek. A jótékonysági est vacsorával, baráti beszélgetéssel és a Sasi Dó zenés műsorával ért véget.